Hello mindenkinek, és üdvözlök mindenkit, fiúkat, lányokat, begyes tüzelését, kutyát, macskát, és buzikat is. Sziasztok, buzik! Ha! És nem buziknak is, hello! Mindenkit, hello, hello! Balázs, kösz a százat! Hát én nem sokat tudok erről a gémről, azt tudom, hogy nagyon zorkó. Tehát jó néz ki. Nagyjából ennyit tudok. Nem is válasz, nem is tudok semmit. Language selection, az megtörtént. English lesz itt most, English. De kell egy fordító ember. Sometimes people make up things so that ugye? Ezt mondtam mindig. Sometimes people make up things that are there it seems to the same entity. God throws me a midnight under life. Na. Befejezitek? Ezt a viselkedést. Szevasz öreg Csázoli! Ez én vagyok? Nem. Ez mi a geci? István, kösz a 2 hónapot. Ezt miért kell néznünk, ezt a bastardot? Bastard! István, kösz a 2 hónapot. Patrik, kösz szépen az 500-at. Most ez mi a faszom? Ja? Continue. Ez egy videó? Nem is játék? Vagy mi a geci? Móni, kösz az 50-et, Árpád! Aha! Az összes sarokban kell keresnünk. Evidence. Paranormal activity. Nyomokat a házban. Ez egy elhagyatott camping orosz rásár. Szóval ezek ennyit írni, egyszerűen 3 napi hidegélelem kell, hogy ez egy elölves, bazd meg. Normális. Ez lehet csak egy YouTube videó, és nem is én fogok játszani. Patrik, kösz a 100-at, te biciklipejű, hombártaliga tekintetű, geci pisztoly. Köszönöm szépen, Patrik! Mauni az 50-et! A terekam is így szokott nyekeregni, basz meg! They say that there are the ghosts of dead people in this place and they hands upon their residents! Valaki fordítsa már le, basz! Ah! Ja, nem, azt is... Úristen, itt basszok az előbb, udarítanak. Szép a szerelem, csak az a csúnya baszás ne lenne. Emika Games prezentáció. Már is elértünk egy teljesítményt. Föl kell fedeznünk a kempet. Szíhatok is már egy dekket. Vivi, kösz a 99-et, Patrik a 100-at. Úristen. Sometimes people. Lehet, hogy sötét nálatok a kép. Nagyon jól néz ki egyébként a játék. Wow. Úristen, villogott a kép. Ez nagyon jó lesz akkor a villogás. Fekete csíkok. Fekete csík, fekete csík. Égjen a streamen! Túl vagy a rímen! Stefán, kösz szépen, és Kinga, neked is nagyon szépen kösz. Húzza a szalagot a stream. Új, itt valaki, egy nagyon rojtos fingszag van. Ez is szippantott egy nagyot a karesz. Egy cigi? Adj már egyet! Gyújtsuk már egy cigire! Vigyázz a madárra, ha kerted berepül, mert bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Föl kell fedeznünk a kempet, azt írta, hogy a sarkokban kell nézni. Mert ott tojik a pók. Itt van egy valami. Oroszországban nincsen önszellőzés, ne magyarázzatok már itt, bazd meg. Hülyeséget. Kurva sötét van, hogy kell meggyújtani a lámpát? Az öngyújtott sehogy? Na jó van. Azt a kurva, látjátok, hogy néz ki amúgy, nektek látszik? Az meg, hogy néz ki ez a game?
Na. Hangos? Hangos volt? Megy valami vonat, vagy mi? A rák. Sötét? Igazítok rajta egy kicsit, testvérsz. Testvéremsz. Ja, mert mindig egy kicsit lehúzom a fényerőt. Valahogy így van. Egyébként azért húzza a szalagot. Nem tudom, mennyire zavaró. Zavaró nagyon? Mert megpróbálok se, oké? Okay. Ilyenkor szokott tíz élni, tudod? Nem vagy egy ír, így full screen? Bius, kösz szépen! Mindjárt lovasom. Megint első donét. Amúgy igen. Nagyon szépen, kösz szépen! Ne csináld ezt velem, test részem. No, no. Oké. Okay. Na most így elvileg jónak kell lennie. Mondjuk ez geci idegesítő ez a izé zongorázás. Bazd meg. Kösz szépen, Bius. Christopher, kösz szépen az 50-et. Mangelhatsz a cigimből. De most meg bundás kenyeres az egész. Olyan, mint a bundás kenyeres sütét vele valaki. Jó, megcsináljuk, hát nem ráérünk, azért nem sietünk, értesz? Értesz egy kicsit. Na. Így lesz az igazi. Na, itt jöttünk, itt is nem volt semmi. Ez a plusz potkány volt. Öntfénykád, vagy mi, ezért radiátor bátyja. 100 000 forint a mélybe. Mi a rák van itt, bazd meg? Mik ezek a hangok, testvérsz? Itt nem volt semmi, oké. Okay. Dika potkány! Ez most mi a rákban? Semmi? Adjunk egy cigit a izének? A nyúlnak? Van neki izéje? Be lehet tuszkolni? Érted? Most nem tudom, mi a faszom van. Nem csíkos már, ugye? Becek össze 100-at! Kösz szépen! Balázs a 95-öt, Mihály a 145-öt és Lali a 25-öt. Az is. Lali, igen. Minden. A csillagtó keze minden donáció. Én azt mondom. Várjatok. Valamit találni kell fixen. Ott világít egy izé. Matyuska. Úristen! És? Mi van? Nem tudom ki... Nem tudok fel semmit sem, oké? Okay. Lehet, hogy a nyúl mellett volt valami a radiátoron? Patrik, kösz az 50-et, bettél 25-öt? Annyira benne van minden bazd meg a izébe, a játékba, nem virágít a textúra meg semmi, hogy... Nem lehet észrevenni, hogy mit keresünk. Szia, te nyúl! Nyúl, geci! Ott is egy levél, vagy valami. Mi a faszom? Valaminek történnie kell, bazd meg. Szóval elvileg milyen paranormális tojások vagyunk, akik keresik a izét a plazmaméterrel a balhét, nem? Ez közben meg nem. Itt nem tudunk kimenni, nem. Hopp. Az igen! Aha. Ja, hogy ez kellett ahhoz, hogy angol-orosz szótár.
Ez kurva jól hangzik eddig. Tehát se angolul, se oroszul nem tudok, geci. A legenda szerint... egy különös lány élt és félt a víztől. Nem fürdött, nem moste meg a picsáját. És egy idősebb lány kinevette őt. Ugye? Elszaladt, mert megijedt, hogy belenyomtak a... valahogy ráborított vizet, vagy belenyomta a kezét, vagy mi a faszt ír itt? Nem. Aha, azt megmurgyett valami. Faszom tudja. Mi? Mindenki meghalt. Szóval a hold... a bathroom-ba besült a fürdőszobába, és akkor történik valami, vagy mi a fasz? Nem, valami ilyesmi van. És ezzel látnom kell valami izét? Tojásos, tojási? Nem tudom, úgy láttam, mint azt hittem, hogy a hengyét beleputol, pusolta, de lehet, hogy nem. Szóval valami, valahogyan érintkezett a vízzel, vagy mi a geci. Erőszakkan lelet vizembe. Anyád, ott egy macska. Dik. Szoszivel egy gyuri geci. Na, Tamás, szerény legyél már. Rendben, mert... lehet, hogy nem a kezét nyomta bele, hanem a passzát. Az igen! Le lett kamerázva! Öntitás! Öntitás! Labdázik! Értem! Minden rendben. Semmi baj. Nagyon hangos nálam a játék. Lehet, hogy most letekerjük itt egy kicsit, bassz meg. Mi? Gyertyákat kell keresni, mert jön a sötét. És... hova? Geci, ezt nem bírom elviselni komolyan. Hát mi ez a játék? Oké. Okay. Szóval a macs... a Sanyi macska... de szép macska vagy Sanyi a kurbanyád... eltűnt. Itt a radiátoron nincs semmi, amúgy. Jó, és ezt a kendőt, ezt hogyan kell lerakni, vagy mi a faszom? A györtyát. Jön az este. De mi van légvédelmi szirén, a bazd meg? Ez a Silent Hill? Testvérszeim. Főként csiszolni ezt a nyílászárót, amúgy igen. Hozzad a gittet, fát esz. Azt kerázzad neki. Timi, köszön 45-öt! Aha. Aha. Sleeping bag-et is hoztunk? És itt fogunk szunyizni, vagy mi a geci? Peti, kösz az 500-at! Első éjszaka. Első éjszaka. Hol van a pékbasza? Lul. Anyád, tudod, kell aludni helyen, bassz meg. Itt tudom, milyen nagy szúnyókások vagytok. Ó,
Azt mi van akkor? Mindjárt kapcsolok egy kis Jimmy-t, bazd meg. Bukott diák vagyok, Mári. Itt vagyok a sarokba. Az igen! Marika nénye, kukoricaföldrön, tiszteletem, nagy szeretettel. Ú, és it's creepy, szóval ez hogy gyakori. Félelmetes. Ez vagyok én, ezek meg a szobok, látod? Kihúznak botban. Egy botban, testvérem. Haló, tessék! Olyan geci, a hangok brutálak. Oké. Okay. Meghozták a pizzákat. De itt az ablakba is kopogott valaki. Jézusom, még a hideg is kirát, bazd meg. Úristen. És mi a faszom van? Kapcsoljak egy kis zenét? Azt akarjátok mi? Alpári remixet. Szerintem itt körbe kell, körbe-körbe kell menni, és akkor történik valami. Nincs itt semmi, nyugodjunk meg, lefekszünk, vége a játéknak, hello, szia, csövi. Kiugrik mindjárt a buszkormányi szar. Itt egy súgyi szopás hang van. Nem akarok itt... Itt bizony... Bálint gazdát cigizik le megint. Bálint gazda kapja a cigit. Itt van mögöttünk, tuti. Nem, nincs. Sunyi szopógép, úristen, de undi... Ne mondd ezt! Nem tudok megfordulni most. Nem nyílik ki az ajtó? Nem nyílik ki, bazd meg! Beállok ide sarokba. Köszönöm az 500-at, Peti, Bálint az 50-et, és Áron a 12 hónapot. Nincs wifi, köszönöm 99-et. Itt van Gosztorb, az kurva élet. Pagyásban. Kurva jó meg van csinálva ez a játék, hangok, minden, fú, pacek. És most mi a faszom van? Ne bazd már meg! A párttal, a néppel egy az utó. A jelszavunk munka és béke. Jézusom! Te disznó! Te voltál, aki beszopta Bálint gazda kupakját? Nincs zoom. Anyád még levert a hideg is. Semmi baj, semmi baj! Nyugodj meg!
Engem keresnek? Jó napot! Mi a geci? Vagy leütöttek komolyan? Irénke azért leadott egy pár kilót, na. Szóval van a banános műzli, meg a rántott, kirántott asztal fiók ecettes krokodil tojással, ananásszal együtt, ilyenek. Szóval engem leütöttek. Értem. Mögkínáltak egy poponna. Meg kell keresnem a videókamerámat. Né, bazd már meg, lehet már beadták az aciba. Megint kell egy szótár. És hova lett az izé? De másik helyen vagyunk. Ja nem, kinyílt egy szoba. Aha. Úristen! Jézusom, ott egy lenyúzott izé. Gólya pörkölt volt itt el. Úristen, a videókamerám. És egy üzi van mellette. Szopnálak, ja nem? Ja, itt van, aha. Aszta, nem üdvözlünk itt téged, amúgy. Valaki itt lihek, bazd meg megint. Nem tudunk visszanézni semmit? Meg kell próbálnunk fölkapcsolni a villanyt az épületbe. Hiányzik egy biztosíték, bazd meg. Az semmi szex videót nem vettek fel ezek a szellemek? Miért nem? A rák megesz. Jó. Valaki ide fosott egy oltári nagyot. Köszönjük szépen. Szilánkosra posta a slozit. Ott van az ajtó mögött, hogy mi a rák? De még rendes izé. Rásön nóta van. Valahol kell találnunk egy fiúzt. Valaki fordítsa már le. Akkor mérgezésről beszélnek. Megvárjuk. Ide jött egy brigád, vagy valami ilyesmi? És a szemük így, berezonált a szemük, vagy nem tudom, milyen üres, vagy nem azt írt, hogy üres, faszom tudja. Nem fordítom le, mert úgyse tudom, úgy, ahogy ti szeretnétek, és kritikus gecik vagytok, sajnálom, köszönöm. Nézzük. Én is úgy tök angolom, mint a Varga Irén, nénye. Pont ugyanúgy. Egy fiúzt kell keresnünk, testvéreim. Kell egy fiúz. Ott azért van egy kis algopirén, meg egy kis szanax. Nagyon. Az kön. Mert seggig mar az ideg. Ide be tudunk menni be? Krisztián, kösz az 50-et, Andris a 65-öt. Úristen! Holy shit! De ez mi a geci? Ez az emberből maradt meg, vagy mi? Szét kell néznünk ebben a szobában. Jézusom, ilyen nehéz feladatom még sose nem volt. Azt a kurva, ez egy óra. Egy fiúz kell. Hon a fiúz, testvérsz? Ez a Pioneer Camp ez, és az igazgatója Mária.
Anatolievna. Egy és 50 között voltak itt puják. Az az orphanage, az mi a faszom? Valami nevelőnő, vagy ilyesmi? Köszi szépen. Hol a faszomban van egy ilyen biztosíték, bazd meg? Aha. Aha. Meg van patkóva a villanyóra. Meg kell keresnünk a fiúzt. Jó, és hol a faszomban van? Árvaház! Ja, igen! Ah, köszi! Úristen, egy barjú! Árvaház, jaja. Most úgy csak, mint a tudnám. Az itt tényleg nem jutott eszembe. Ha, pedig tudtam. A nyelvemen volt. Bazd meg. Azt a milyen faszabászóka. Uniós pénzeből most fölépítenek egy 50 millió egyet. Bazd meg. Aha. Aha. Ne mondd ezt a kurva életbe, azt a... fasztőgyulladásos terminátor, hogy elsétált itt, té mocskos. Té. Szégyed magad. Csíkos a kép, köszi szépen. Köszi, hogy mondtad. Jó. Jó, hogy ezeket nem tudjuk még? Aha. Mi az, hogy megérdemlem? Attila, te buzi Rudi. Az igen! Semmi baj. Az izzók belennek csekerbe amúgy, egyből? Micsoda logika? Micsoda logika van itt, kérem, bazd meg? Itt az ideje, hogy aludjunk, azt mondja a játék. Úgyhogy várjuk a sötétet. Összepakolta valaki a tetőléceket, meg a deszkákat. És megszólalt. Furcsa ropogások lehettek itt. Hát milyen zenét hallgattuk, bazd meg? Mi ez az ízlés? Hon a trönsz? Hon a trönsz? Nem tudom, most tényleg le kell szóvelnünk el, vagy mi? És mi van? I want to sleep. Nem is értem. Tali, lehet-e cuccot venni? Hát szoktak ott lenni, aha. Aki akar, azt tud. Bandi, köszépen a század testvérsz! A második este. Úristen, megállt az óra. 3 óra, 7 perc. Aha. Jó, de ezt nem tudjuk ide betekerni, bazd meg. Ezt miért nem? Pedig nagyon nagy izé vagyok. Karbatartó. Biztos tök jó ötlet. Hát ennél jobb ötlet nincs, bazd meg. És be vannak csukva az ajtók. Egy újabb fotó. Kinga, kösz szépen a 333-at. Gábor a 100-at, Bandi a 100-at. Kösz szépen mindenkinek, srácok, nagyon nagy királyok vagytok. Tamás azt mondja, ömlik a faszom. Szegény Tomi.
A rák megesz. Fehér egyéki. Kurva hangos nálam. Hello. Hello. Szokeresz a vakeresz. Valami itt van mögöttem, genyó. Né! Beszéljünk egy kicsit erről az egészről. Bazzik, a múltkor is játszottunk egy orosz játékkal, nem tudom, itt volt valaki közületek? Egy panelházban játszott, egy szobában, de annyira kurva jó volt. Jézusom! Kirázott a hideg, semmi baj. Megugrottam, mert azért rágurultam a széke a lábamra. Semmi baj. Azt a kurva, valaki őhúzta a dökhúsokat. Itt valaki szóvel, de ez nem volt itt az előbb. Az igen. Nem volt itt ez a doboz. Zárva. Né! Né mondd már! Ja, most tudjuk kicserélni? Ide tudunk rakni egyet? Nem. Ez tört ki. Oda vigyázzál. Mindjárt behúgyozok itt, nagyon folyik valahon a víz. De lesz görbülve a szája a tulajnak. Vagy itt van? Nem mondd már, hogy elzárodott a víz az anyámat, a macska rúgja meg. Itt is egy doboz. Ember. Igen. Semmi bazd meg. Hol az ajándék? Hol az ajándék? Születésnapom alkalmából. Mindjárt jövök, oké? Okay? Egy cigit elszívok itt, baszd meg! Rá könnyű gyújtani, egy slukra elszívok két szálat! És mi lesz velünk? Megbasznátok? Azért milyen jó geci, nem? Hogy... Nem kell neki izé létre, hogyha leküglettenni a mennyezetet? Testvérszeim. Rá kell ízni, gondolom, igaz? Semmi baj. Itt volt egy légy. De szerencsére egy pofonnal ketté hasítottam. Láttad, bazd meg? Pedig számítottam rá, de olyan hangos, hogy szerintem egy 25 centis szar kiugrott belőle, bazd meg! Azt a kurva. Semmi gond, semmi gond. Büdös kurva anyádat, hogy száradjál el, te csöbes!
Hát ezt nem bírom. Kösz, hogy velem tartottatok a mai streambe. Semmi baj. Nyugodjunk le, nyugodjunk le. Honnan jöttek ezek a játékkészítők? Ezek hol voltak eddig? Szívem görcsöt kap mindjárt, bassz meg. Mit kell csinálni? Még a játéknak? Ne? Jó, hát ezt már meg se éreztem, buzi gyerek. Dék a plüss nyulit szaladgál. Nagy pofán basszak valakit. Érted? Itt meg valami aszmás szellem van ebbe a szobába. Ez nincs nyitva? Mi a fasz? Két hét a game, pusztulj már! Hát ebben elég volt, hónap folytatjuk. Na itt lélegzik valaki. Nem tudom, minek kell örülni. Ráadásul az arcok is, meg minden kurva meg van csinálva. Az öregasszony is jól nézett ki, bevertem volna neki. Nem az, hogy egy kotvány szar. Szekrény vagyok, semmi baj. Igen, már hangoktól is be lehet szarni egyébként. Mi volt ez? Mi a faszom volt ez? A lakberendező bombus. Ez is nagyon szép ez a játék, amúgy nem tudom mennyire megy el. Valamit összetört, nem? Vagy ilyesmi? A sarkokat kell nézni, mindig azt mondta. Azt mondta a játék az elején. Sarkokat nézzük, genyó. Meg van penészed, de semmi más nincs. Jaj, bassz meg. Mit csinálnék a való életbe? Hát biztos, hogy nem aludnék ott, meg itt takarodnék a gecibe. És kezeltetném magam. 14 cent szanaxot ennék meg, és azt hazudnám magamnak, hogy begombáztam, és kurva rossz trip volt ez az egész. És amúgy nem is létezik. Geci. Hát elfelejteném messziről, testvérem. Miért te mit csinálnál a való életbe? Na jó, lehet, hogy kirántanám itt a konyhába még. Mielőtt elindulnék haza, de... Na, megint zárva van. Ez hihetetlen. Írtam Discordon, megnézed mikor ráérsz. Hát de hogyan írtál Discordon, amikor szuballi a Discord, Bence? Né, mondd már. Az rendes jó csöcsök. Most nem az én, ez gágyi lehet? Easy. Megvan a stratégia. Az igen, most megkaptuk a kulcsot? Valami Xboxhoz. Ez mondjuk elég putri nézett ki. Ezt meg kell hagyni. Ezt már láttuk, oké. És ez melyik boxé? Beatboxé? Komédiás izi. Nézzük mi van benne, lehet, hogy egy izé, egy statrákos. Az igen. Innom kell erre egyet, bassz meg. Itt vagytok, hello. Horror body PNG, amúgy igen. V-Box!
Ez mi az, hogy 58? Ez ugyanaz a hely? Ja, én vagyok most az igazi gyilkos? Hogy mi a rojtos fasz? Visszamentünk az időbe, gondolom. Úristen! Szétverdes az ideg darabokra, szilánkokra, hello? Itt rend van. Mi a fasz? A gyerekek szobálnak. Mi magas sarkúba vagyunk. Szaladjál, szaladnod kell, Anna. Kihallgatott már beszélgetést? Így nekem. Nincs több idő. A WC-ben elrejtette a kulcsot, segítsünk neki. Na, itt már nem én vagyok, vagy igen? Mi a faszom van itt? Az mi az, hogy filthy? A mit jelent? Hát nem tudom, merre kell menni most komolyan, bazd meg. Vagy hogy mi a faszom van? Szemeddel láss! Szíveddel érzel, a nyakadon térdel. El tudod kussoltatni ezt a dobozt, testvérsz? Mocskos, kösz szépen. Akkor azt mondta, hogy mocskos gyerekek. Ez egy nagyon csúnya dolog. Szégyed magad, puszi! Vagy itt az asztalon van még valami esetleg, hello? Az igen. Az orvos rossz diagnózist adott Ivánnak. Szívtranszplantáció, vagy mi? Szegény Iván. Na, megnézzük alaposan, bazd meg, hogy mi van itt. Úristen, egy szív! Az Ivános kép semmi. Énekeljek, azt mondja a Nikolett. Milyen számot szeretné hallani? Mondjad akkor. Hát a sub-DC-re csak subok tudnak lépni, azok úgy tudsz írni nekem, gondolom, nem? Vagy nem tudom, hogy... Na, hát ez nem sikerült, srácok, de azért köszönöm, hogy velem tartottatok. Dikta bába, hogy Tibori! Faszomat hozzád örgölöm a naplóhoz mindjárt. Ezt akkor lesz nemulás. Némulás! Dik, ott van valami fekete. Barnyú? Begyött az ablakon. Ezt hallottuk az előbb. A pusztulat van itt. Gábor, köszön 45-et, Ádi az 50-et, és Béla 14 hónapot, nagyon szépen kösz, bástya. Be van vérezve a szeme a csoroizének, a varnyónak. Ezt már elolvastuk, ugye? Annának hívnak minket. Anna!
Hol van a kanna? Szádba a manna. Tudja, hogy itt kell valamit nyomatni, de mi a faszomat? Nem tudok a széfhez hozzáférni amúgy. Ja de. Ezt a széket... Ja, aha. És igaz volt így. Úristen! Van egy speciális fiú a kempingben. Iván? Nagyon jó fiú. Nem beszél. Na, valamit megértek belőle, de... Hát itt jött valaki. Arák meg ez. Te vagy az Iván? Annyira jó képű fickó vagy. Láttátok, hogy nézett ki, geci? Mi a fasz? Ez mi? Én ölöm meg a gyerekeket? Később megmentelek, Iván. Ez mi volt abban a palacban? Köszönjük. Az igazi gyilkos! Lehet, hogy ez kékgáz volt. Úristen, átéltük a szörnyűségeket. A Mária naplója. A Maris. Mondjátok már, hogy tényleg hány... Tudja valaki, hogy hány nap van ebben a játékban? Maris jó, neked a szar is. Hát ez nem volt szép. Lemérgezni a pulyákat. Szégyeld magad. Aha. Mennyire lerül a helyről most azonnal? Szégyen magad. Című üzenet érkezett. És ez hanyadik nap volt, amit most átéltünk itt együtt. Az a rossz, rossz fűz. Mi a faszom van itt? Megint zárva. Ez az Iván a nagy súnyi amúgy. Meg volt viselve a tekintete neki rendesen. Be volt izéve. Recsembe. Hajrá, király vagy. Ádi, ne írj már ilyet, mert valószínűleg zavarba jövök. Ne mondj már ilyet, Ádi. Mert elszílak. Elszílak, mint egy cigit. Öslukra. Na, hát nem tudom, mi van. Ezt se tudjuk elolvasni, nem mintha tudnánk angolul, de legalább lelkesek vagyunk, bazd meg. Hát most mi van akkor? Van egy könyv, egy újság. Ilyen kis véres tappancsok mennek itt erre. De oda nem tudom bemenni. Vagy igen? Addig hát ott egy macska megint. Ez ki van murgyelva? Szép estét, csá!
Azok itt csirkék vannak bezárva a szobába. Vagy innen kell bemenni oda? Vagy mi a geci? Állítom amúgy. De ezt már elolvastuk, ja. Puci-puci. Altatóbb gyűzik az zené háttérben. Én nem hallok semmilyen zenét, bazit. Te nem tudom, mit vettél be. Na jó, most látszok, szerintem ez ennyi. És holnap folytatjuk. Azt mondom, este fele. Mit szóltok? Muszáj, 2000 alatt vagyunk. Érted, testvéreim? Szóval most ennyi volt, kösz szépen, hogy itt voltatok. Holnap este folytatjuk a gémet, oké? Remélem, hogy elmenti, bazd meg. Szóval szerelem és pornó. Aztán jó éjszakát kívánok.